Máté, ott van az ős ellenségünk. Látod-e őt? Igen. Hallottad, miért morgott? Igen! Tudja, hogy érte jöttünk? Hát mutassuk meg neki, hogy milyen fából faragtak minket, jó? Jó! Máté, mondom a tervem. Elvonom a figyelmét, hogyha esetleg megöln engem, akkor ugorj föl a tutajra, és menekülj, és próbáld meg a tutajról lelőni. Jó? Jó. Rendben. Jó. Máté, elérkeztünk a végső célhoz. Most, végre, elintézzük ezt a büdös dínót! Háromra támadunk! Egy, kettő, három! Hiá! Macskas dínó! No! Ezt nem hiszem el. Ezt tud úszni. És felénk jön! Átjön erre a partra! Ne. És elteleportáltál! Átment oda a házunkhoz! Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, mert megint utánunk jött. Elhozom a holttestet. Máté, pattanj föl! Várj, elhozom a holttestem! Mennek érted a halak! Tudom, futok! Menekülj! Jó, kiosztom a holttestemet. Gyorsan, én is visszaszedem mindenemet. Jó, legalább a cuccaim megvannak. Visszamegyek érted tutajjal? Mi az, hogy visszajöjjél? Hát kérdem. Miért viszed el? Hát Krisztián, ez még így is sokkal erősebb volt, mint számítottunk rá. Máté, és most már föl. Ott is minket zaklat ez a dínó. Máté, ugorj föl! Meg kell ölnünk. Fönn vagy? Mindenképpen. Igen. Krisztián, nem hátrálhatunk meg. Küzdjünk vele tovább. Jó. Máté, meg kell próbálnunk felugrani oda a sziklákra. Nem jó. De. Vagy mondjuk talán. Várjál. Várj. Felugrok a sziklára és meglövöm. Nézzük meg. De vedd fel a páncélodat. Föl van véve, nyugi. De szerintem fel fog tudni jönni a sziklára. Vagy ide csaljam én? Nem, várjál. Várj, én fölmegyek a másik sziklára. Várj addig. Jó. Jó. Oké. Pillanat, erre megpróbálok. Vigyázz, mert ott van. A fenébe. Állj. Állj, de fel fog tudni sétálni, hát ez nagyon pici ez a szikla. Megy feléd. Itt van. Várj, én ide megyek erre a mögötted lévőre. Oké. Jó, itt vagyok fönn. Te pedig arra kéne felmenni ott, mert az magas. Várj, megpróbálok. Mellé lőttem. Megpróbálom felmenni. Jó. Oké. Fönn vagyok. Meglövöm. De én nem tudom innen lőni. Jó, mindegy, lőjön. Macsak! Azaz! Azaz! Nem támad! Let's go! Lőd! Megyek! Dagelj meg! Macsak! Meghalsz! Ez level 1-es! Ez az! Let's go! Megtagad! A végre várva vár T-bag! Ez az! Jaj, ne, nem így kell! Ennyi vagy, csicska! Megöltük ezt a dagat! Azta, mekkora karma van! Máté, nézd! Ide fekszek a karma mellé! Nézzük meg, hogy nagyobb a karma, mint én! Hát egy kicsit sokkal nagyobb! Azta! Akkora karma van, mint én magam! Na, lefagytál csöcsödből. Mert most már nem engedt. Máté. Várjál. Access Inventory. Access Inventory. ott van nála a Choose Link. Ellopta. Meg íjat is lapott. Ezt de... nem hiszem el. Hát ezt én sem. Vigyázz. Takarodj innen! Nézd meg, elmenekülsz. Nem hiszem nem el. Tudom eltalálni. Azta, miket kaptunk, Krisz? Na várjál, ezeket kiveszem akkor. Trankú árró. Az a ilyen ájtó nyilvessző. Ez az. Lelőttem az oviraptor. Azaz. Na, Krisz, szétütjük? Mennyi hájdat ad? Már is, Máté. Oda de most a akkor következő... ne ott rohangáljál. Oda viszom a következő elejtett zsákmányt is. Na, ez csak ide, Máté. This is coming. Hoztam még egyet. Hey, engedd már el. Követ vesz fel. Engedj már el. Na. Jó van, na. Hoztam már. Na, várjál, ez... szétütöm ezt a nagyot, és megnézzük, hogy mennyi hájdat ad. Oké, okay, és Balti-Maltival üst. Azta! Azta, mit adott? Valamit adott még? Add még valamit plusz cuccokat.
Aha, már 46. 48. Aztara, miket adott, azt nézd már meg. Várjál. Keratin. Az mi? Ez az, Krisz, legyőztük ezt a macskas deget. Ez az! Máté már az első rész óta terrorizált minket, ez volt a legelső halálunk, ez ölt meg legelőször, emléksz? Ja nem, az a büdös madár, de ez volt a második, ami megölt. Igen. És azóta nem hagy minket békén. Ja, és szerintem amúgy őszintén szólva ez ugyanaz. Mert ez mindig követ minket, látod, ha? Most is megtámadtuk, és azonnal jött ide át hozzánk. Igen, átjött, megszabadultunk végre a terrorizálónktól. Ez az! Máté! De most hogyan tovább? Hogyan tovább? Hát nagyon sok minden van még hátra, Krisztián, amit csinálhatunk. Például, okay. Hogy megelőzzük a következő ilyet. Építenünk kell egy bázist. Na hello, srácok, ez itt a következő ARK videó. Vagyis hát mondhatom, hogy az ARK sorozatnak a következő része. Még mindig imádjátok ezt a sorozatot, és végre legyőztük ezt a macskas kis dínót, aki itt terrorizált minket. Úgyhogy nagyon örülök. Viszont berakom ezt sok mindent ebbe a ládába, de úgy látom már nem is nagyon fér el, szóval kellene egy másik ládát csinálni, szóval szerintem csinálok is egy szekrényt, mert azt hiszem lehet most már szekrényt craftolnom. Igen, itt van Large Storage Box és Bookshelf. Kell még tetcs, meg fiber, nem tudom, hogy mennyi van. Hát fiber van, meg tetcs is van, de nem túl sok. Szóval valószínűleg még fibert kell majd szereznem. De nagyon örülök, mert végre le tudtuk győzni ezt az undormányt, és adott egy csomó jó cuccot, szóval ennek is nagyon örülök. De még mielőtt szednék fibert, ezt ide lerakom, mert ezt véletlenül egyszer legyártottam, de ez jó lesz ide, ilyen kis terasz kiegészítésnek. Oké, okay, Krisztián, na akkor készen állsz, hogy bázist építsünk? Igen, készen állok, hogy bázist építsünk, viszont azon gondolkoztam, hogy meg kéne ölnünk a teknőst. És megnézzük, hogy ez mit dob. Ja, igen, az nem hülyeség. Amúgy tök jó, hogy ilyen könnyű volt ezt legyőzni, nem? Mert csak felmentünk a... Hát azért nem volt könnyű, mert ez az sok farmolás, az... Jó, hát igen, igaz. Mert azért le kell gyártani a nyilveszőt, meg az íjat, meg azért elég sokat bele kellett lőni, hogy őszinte legyek. Igen. Máté, gyere már ide, mert akarok valamit a srácoknak mondani. Oké. Okay. Srácok, ugye az előző videó elején mondtuk, hogy ha meg lesz a 10 000 like azon a videón, akkor kimegyünk tutajjal az óceánra. Viszont most, hogy vesszük fel ezt a videót, még nincs meg azon a 10 000 like, de van egy ötletem, hogy könnyebb dolgotok lenne egy kicsit. Az ezen a videón lévő lájkok is beleszámítanak a 10 000-be. Szóval, lájkoljátok csak ezt a videót is, és hogyha az előző videón és ezen a videón összvisz lesz 10 000 like, akkor kimegyünk tutajjal az óceánra. Jó! Juhu. Krisztián, viszont ez egy elég szerény hajlék. Aha, nekünk, tudod, ugyanis ilyen kis teknősök. Ja. Ez muszáj volt? Ja. Headshot! Megütött! Ennek szerintem nagyon sok élete lesz, Krisz. Au! Utolsó! Ez utolsó nyilvetsző! Ez az! Juhu! Jaj! De várjál! Ja nem, ez nem, ennek nincs inventaria. Ezt a majom állatot, jaj, mert nem melegen van ebben a páncélban, úgyhogy ezt gyorsan le is veszem, mert... Várjál, tudom, mint a nadrágot, azt de büdös disznó. Verjük szét! Várjál, én szétverem! Jó! Nézd meg, hogy ad-e valami királyod, biztos okay. Ad a teknőjéből. Azt a máma most leadott valami királyot. És eltörik a baltá. Igen, ez is adott ilyen keratint. Ez komoly, az olyan minden lehet. Jó. Meg is javítottam, és mert... Persze, hogy együttésbe került. Krisztián, arra gondoltam, hogy valahova ide a szikla alá kellene beköltözni, vagy ide, de ez egy kicsit kisebb ez a hely. Itt viszont elég jól néz ki. Ez egy jóval normálisabb terep itt szerintem, mint ott az a másik, szóval lehet, hogy ide kéne költözni, és itt meg itt van az óceánpart is. Látod? Hát jó, de most a izére költözzünk. Mire? A tengerpartra, nem áll. Nem a tengerpartra, ide a szikla alá. Milyen szikla alá? Most mondtam el! Hogy lehet ilyen baromállat? Hát de az nem jó, hát oda költözzünk. Miért ne oda költöznénk?
Mert az nem olyan jó. Ne kifele menjünk a szigetről, hanem befele menjünk a szigetről. Jaj, ne. Befelé. Hát de most, hogyha kifele megyünk, ott nincsenek. Max az óceánon vannak durva szörnyek, ilyen mindenféle óriás cápa, meg óriás szörnyeteg. És hogyha a srácok lájkolják ezt a videót 10 000-en, akkor ki fogunk oda menni, tutajjal. Hát ez csodálatos. Krisztián viszont a fejünkre szakad az ég, és nincs egy otthonunk. Oké, na akkor gyere. Máté, nézd csak, mit láttam ott. Triceratopsot. Hallod, Máté? Szerinted... Triceratops? Várja, nézzük már meg, hogy tudunk-e triceratops izét kraftolni. Triceratops nyerget. Sokan mondtátok, hogy szelidítsünk állatot, ment egy dínót, és én erre a paraszaurra gondoltam, ugyanis ezt könnyű elkapni, és könnyű rá csinálni ilyen nyerget, és nagyon sokat tud hordani a hátán, és mivel bázis szeretnénk építeni, ezért rengeteg fára lesz szükségünk, és az a dino, az tudna nekünk ebbe segíteni. Szóval én arra gondoltam, hogy azt kéne először megcsinálni, azt a paraszaurt. Tudjátok, hogy melyik az, amelyik ilyen nagyon gyorsan futott, és... nem támadott meg minket, amikor megpróbáltuk leütni. Szóval én arra gondoltam, hogy azt kellene, Krisztián, megszelíteni. Mit szólsz? Nekem az nem tetszik. Hát jó, csak nagyon sokat tud. Jobban tetszik. Jó, de az nem tud annyi súlyt. De mi nincs triceratops nyereg? Na, csinálok egy szekrényt, és akkor megnézzük, hogy itt van, le is tudom kraftolni. És remélem, hogy ebbe több dolgot tudunk tárolni. No, itt van egy nagy szekrény, ezt ide szerintem le is rakom, remélhetőleg jó helyen lesz. Pompázatos. Igen, és azt a mennyi férőhely, na ez király. Na akkor ide kéne berakni az ilyen mindenféle fiber, fa, meg ilyesmiket, és ide gyűjtenénk. Máté, képzeld el, mostantól tudunk kőházat, meg kőfalat építeni. Tényleg? Hey, mit ijeszgetsz itt a... Hadd nézem már meg. Tényleg jó. Lehet? Igen. Az jó. 24-es szinttel. Amúgy van itt egy csomó minden, amitről nem tudjuk, hogy micsoda, és biztos nagyon hasznos lehet. Jó. Stonewall. Na ez fontos. Máté, átjöttem ide, megnézem ezt a nem is tudom milyen dínot, ennek mi a neve? Mi az? Stegosaurus. Azon se lehet ülni. Szóval még elégzeges csmáfe. Crossbow! Átjöttem megnézni ilyen dino neveket, hogy milyen nevük van a dínoknak, hogy mire lehetne nyerget rakni. Egyből, hogy oda gyűltek a dínok, látod? Igen. Ja, mert most már nem megszabadítottuk őket a gonosz terrorizálós. Ez az, de ügyesek dínótal vagyunk. Azt. Ja, főleg én. Főleg én. Tehát akkor át azután, hogy beszartál. Ja. Yeah. Oh! Jó, szétcsapom a fejedet, ha még egyszer Krisztián, gyere már ide. Mi az? Mi az? Sebződtél? Várjál, kezdj el ütni. Igen, sebződök. Jó. Na azért, menjél hátrébb. Akkor mi legyen a következő? Azon gondolkoztam, hogy elkezdhetnénk fémet is gyártani, mert ugye... Igen, igen. És csináltam is, várjatok, ezt meg is mutatom. Lekraftoltam ezt a mi volt a neve? Refining Forge-ot. És... Lekraftoltad? Na, akkor le azt nyomassuk. Nem kraftoltam le, hanem... Most mondtad, hogy lekraftoltam. Hanem... Kifejlesztettem. Na, és a Smithit, azt is kifejlesztettem, mert itt lehet kraftolni plusz dolgokat, de oda is van írva. Szóval ezt a Refining Forge-ot kellene lekraftolnom nekem, csak hogy nagyon sok minden kell hozzá. Annyira nem amúgy, mert 125 stone kell, 5 flint, wood, hide, meg fiber, szóval mindent tudunk szerezni, csak sokat kell. És akkor le tudjuk kraftolni. Viszont, Krisztián, én azt ebbe a házba már nem szívesen rakom le. Hát én se. Hogy őszinte legyek. Úgyhogy találnunk kellene egy helyet az új bázisunknak. Teljesen egyetértek ezzel. Ki kellene építeni egy hatalmas bázist, ami még jól is néz ki. Szóval, kezdjünk is neki, Krisz. Jaj, ne! Mi az? Jaj, elfogyott az energiám. Máté, nem bírom tovább, pihennem kell. Hát pihenjen. Pihennem kell. Elfogályulni. Elfogályulni. Jó van már, ne dumálj már itt a baromságodat. Nagyon esik az eső, Krisz. Nagyon fontos lenne, hogy legyen egy házunk, hogy ne ebbe a kis tömlöcbe kelljen itt élnünk. Mit zabálsz itt az ablak alatt? Bejöttem. Mi a franc bajom van? Nem lehet torpiditid? Ja, hogy éhes vagyok, de...
Ja, éhes vagy? Várjál, rakok már a tűzre. Már ettem 50 darab húsom van. Rakok a tűzre dolgokat. Na, van 35 húsi, aminek a fele már megromlott. Rakok bele fát, és akkor lesz kajánk is, mert amúgy én is egy kicsit éhes vagyok. Oké, van 15 percnyi fánk a tűzön. Hol szeretnél élni? Ez az én nagy kérdésem feléd. Én? Aha. Nem máshol, mint Miami-ban. Hát, elég hülye hely. Na. Miami. Na, miért Miami. Ez a legjobb hely a világon. Miami. Jó van, akkor Miami az... Várjál, akkor megmondom, hol van Miami. Én az erdő közepére szeretnék csinálni. Kitisztítani egy nagy tisztást. Viszonylag egyenes terület. Kitisztítani, hogy fától tiszta legyen, és ott lesz Miami. Jó lesz, Krisz? Nem. Miami-ba menjünk! De Miami-ba nem tudunk menni. Miami-ba akarok jó, lakni! Jó, majd akkor tutájjal megpróbáljuk megkeresni Miami-t. Oké. Okay. De nem hiszem, hogy meg fogjuk találni. Szóval akkor készen el kéne mennünk egy expedícióra, mit szólsz? Igen, ez jó ötlet. Szóval vinnünk el magunkkal sok kaját, meg innivalót. Innivalót is? Hát igen. Tudunk a folyóból inni. De nem biztos, hogy találunk a folyó vizet. Mentén kell fölmenni. Vigyünk magunkkal innivalót. Nézd meg a térképet, ott a folyó megy be a szigetre, és a folyó mentén kell menni. De ne a folyó igen. Mentén menjünk, az nem jó. El akarok már menni mindenféle folyótól. De én pont nem a folyóhoz akarok menni, érted? Jó, mondjuk a folyó mellé kéne költözni, az is igaz, hogy közel legyünk a folyóhoz. Ahhoz, hogy vizet tudjunk magunkkal vinni, kell csinálnunk ilyen water skint. De nem tudom, hogy ez mennyire elég. Szerinted, Krisz? Szerintem az egy ivásra. De sokáig tart az ivásod, szóval most el tudunk szaladni a folyóhoz. Egész sokáig. Na mindegy, akkor Máté. Szerintem induljunk. Hát jó, csak kell húsi, meg kell minden. Nálam 50 hús van. Tuttakat. Ez nem úgy működik, mint ahogy nálad, hogy te csak itt létezel, aztán me vagyunk. Máté, 46 húsom van, a felét odaadom és mehetünk. 46 húsod van? Hát azt hogy csinálod? Hát, úgyhogy sütöttem kedves magamnak. Kedves kis barátom. Mert Mr. Christian odafigyel. Na, oké? Okay? Oké, okay, szuper. Na, én lepakoltam minden cuccomat, eldobálom, ami nem kell, azt mehetünk. Nem viszek magammal túl sok mindent, csak az eszközeimet. Ott minden fogunk tudni szedni, hogyha esetleg kelleni fog. Igen. Várja, a metált leteszem, mert az fontos. Van igen, egy... igen. De és mi... itt hagyja a 26 húst a főt közepén. Hát, hát de miért oda dobod? Hát mi az, hogy miért oda, mi hova dobjam a plafonra? Krisztián, akkor menjünk át a túloldalra a tutajjal. És ja, akkor végre nem ott... kell félnünk ettől a döktől. Igen, ott elindulunk. No, azt szeretném majd még megnézni, hogy ez a dínó, ez ott, az a leveles hátú dínó. Ennek a nevét megnézem. Stegosaurus. És vajon ez mennyi súlyt tud magán cipelni? Hát, én nem tudom, de nem találtam hozzá üzét. Nyerget. Riperelni kell a raftot. Jó, hát majd ripereljük. Végre, Máté! Máté! Mi az? Gyere, nézzük meg régi házunk. Jaj, ne! Itt állt régen a házunk. Aztán micsoda nosztalgikus érzések fognak el. Ja, tényleg. Amint ide visszatérek. De mindegy, Máté, ez már a múlté. Elintéztük azt a rohadt állatdínót, aki tönkretett a házunkat. Végre. És végre folytatjuk az életünket. Gyere, Máté, fogjuk magunkat, és vessük be az erdőbe. És nézzük meg, hogy mi történik. Vajon... miféle kincseket találunk majd az erdőbe? Szerintem nagyon szupereket, igaz? Hát majd meglátjuk, de menjünk. Oké. Jóhúúúú! Most itt eszembe, Máté. Igen? Nézzük már meg, hogy a keratin az mihez? Mi kell? Hát, itt van keratin. Ja, a tű. Ahhoz kell például. Hát ez szuper. Krisztián, induljunk meg befelé. Ne húzzuk tovább az időt. Vár ránk egy hatalmas kaland. Viszont nagyon vigyáznunk kell, ja. Mert azért vannak még olyan. Máté! Ja, de ne ilyen fél óránként egy szós izével beszélj már. Méne? Mert... ahogy beszélk a gyakarok, na. Büdös disznó. Máté, őszinte kell legyek veled. Ugye azt hittük, hogy ez nagyon-nagyon durva és nagyon erős dínó ez itt a parton. De az, az igazság, hogy még egyszer se voltunk benne az erdőben. És hadd mondjam el, hogy az erdőben olyasmiféle dínók élnek a sziget belsejében, ami ezt a dínót, ami terrorizált minket az első rész óta, egyetlen egy taposással agyon tapossák.
és fél falatra megeszik. Szóval, ja, Máté, most olyan helyre megyünk, amiről még fogalmunk sincsen. De tudod mit? Muszáj előre haladni, úgyhogy induljunk. Krisztián, mi fenyegethet minket egy erdőben, mikor most győztük le a legerősebb dínót? Azt, amilyen rohadt erősek. Ott a rohadé. Jó van már, három husintással lecsapom. Hoj, 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 hoj. Na jó, volt az hat is, de mindegy. Látod? Semmitől nem kell félnünk itt, Krisz. Igen, amúgy most, hogy így mondod, nem tudom, lehet, hogy tényleg nincs is itt. Lehet, hogy csak a legendák szóltak arról, hogy micsoda veszélyes egy dínók vannak itt. Ja. Azt a milyen jó helyek. Viszont az helyek azok nagyon szépek. Igen, valóban. Ide is lehetne költözni, oda is lehetne költözni, mindenhova lehetne költözni. Máté, föl kéne mennünk valahogy oda, mert csak itt len szaladgálunk itt ebbe a völgyben. És lehet, hogy föl kéne menni. Igen, de azt hogy kell? Jaj! Jaj! Mi jaj! Van? Mi van? Máté, látod ezeket a mindenféle szitakötőket? Milyen szitakötőkről beszélsz? Nem látok semmit. Ajaj. Már lelövöl. Nagyon nem, hogy nem szabad semmit megtámadni, ami nem támad meg minket, Krisz, ez a fő szabály. Jó, oké. Ne pazaroljuk a nyilvesszőt. Csak menjünk át ezen a völgyön, Máté. Biztos le vagyok benne. Gyűjtsük már itt is a padlót, lehet, hogy tök jó dolgok önnek. Hát, nem ember. Hiszem, hogy más lenne. Jó van. Eddig egész nyugis az utunk. Ott van már valami nagyobb. Látod? Igen. Ott mi hátul! Az? Mi az? Ja, láttad? De nem ott mi? Hátul! Máté, itt egy barlang! Ez most kamaj. Máté, emlékszel, hogy mi kell a távcsőhöz? Igen, kristály. Kristály. Szerinted hol lehet kristályt találni? Mert, hogy őszinte legyek, szerintem nem máshol, mint egy veszélyes barlangban. Úgyhogy. Valóban. Látogassunk be, kisfiam. Mi volt ez? Laggalak! Én is. Mi az? Az ott a kristály! Hol? Ott van. Kivilágos út. Az kristály? Az tuti kristály. Ez gomba. Gomba. Szedjünk gombát. Aztal. Én nem adok gombát. Csaló. Ott most kaptam valami olyat, amit nem szoktam. Én egy rakás fibert kapok. Aztal, tényleg mennyi fiber. Aztal, ide kell jönni fibert. Farma. Aztal, és nem fagy el a padló. Ja. Ja, mert folyamatosan terem vissza oda né. Nézd, már nőnek is a gombák, látod? Ja. Huhuuu! Azt, na én már tetszik, he? Na én már tetszik. Na mit kaptam? Krembér. Viszont az tudja, hogy kristály. Szóval gyere. Igen, úgyhogy, de várj, Ati! Óvatosan, te őrül! Jó van, nyugi, hát nem kell azért annyira nagyon félni. Dehogy nem. Máté, ki tudja, miféle gyík szörnyek lakoznak itt lent. Nincsenek gyík szörnyek, nyugi már. Na, bányászok kristályt. Oké. Az kristály. Biztos. Oh! Kapod a kristályt? Uraszta! Miket kaptam? 6 darab követ. És miért szarsz ide? Hát mert olyan sok követ kaptam, hogy beszarok. Várjál, lehet, hogy a baltával ütöm, akkor jobb. Mert ebből kéne kapnunk kristályt, de még csak követ adott egyenlőre. Igen. És a nagyot ütöm. Nagyot nem lehet ütni, tök jó. Máté! Mi az? Szerintem csak szétverjük, hát szerintem először kéne a fém csákány. Nem? Nem hiszem. Szerintem, de szerintem kéne ide a fém csákány. Meg kell csinálni a fém csákányt, és csak utána tudjuk. Nem hiszem, Krisztián, valami más megoldás kell? Az lesz, hidd el! Valami más megoldás kell! Hidd el! Tuti, hogy kell! Tuti, hogy ki tudjuk szedni! Máté, hallgat! Valaki! Ne! Valaki segítsen! Mit csinálsz? Hogy kell kristályt szedni, valaki? Mit csinálsz, te őrült, ne szaladj be! Milyen mély ez a barlang? Nagyon. Azért, biztos lakik itt valaki, aki tud segíteni. Uram! Uram! Nincs itt senki francba. Menjünk azért még tovább, hát ha találunk még valamit, de szerintem amúgy kéne, hogy tudjuk ütni ezt. Hát nem? Tudjuk ütni, csak nem. Nem, ezt nem tudjuk, ezt a nagyot. Látod? Aha. És ezt tudja, hogy lehet pedig. Azt a jó mély ez a barlang amúgy. Oh! Mi az? Azt a micsoda, hogy benga óriás piros gomba. Ezt ki tudjuk ütni? Próbáljuk meg.
Már nem. Nem lehet? Már nem. Hoppá, ez viszont már valami másik. Másik hely. Biom. Nézd itt, egy-két oldalra is lehet menni. Máté, váljunk szét. De merre mész? Erre vagy arra? Én megyek arra. Oké, és? Vigyázz magadra, Krisz. Vigyázz magadra te is, Máté. Itt találkozunk 6 perc múlva. Az túl sok. Inkább 2. Oké, és? Futás! Oké. Oszta! Mi a szar? Pók! Pók! Kígyó! Futás! Itt vagyok! Fos! Úristen, te gyóriás pók! Futás! Kígyó volt! Azok ős ellenségek pedig a kígyó meg a pók. Máté! Vajon mit dobhatnak? Ha? Ez egy olyan kérdés volt, Krisztián. Máté, melyiket választod? Amit nem kellett volna feltenni. Máté, melyiket választod? Mit öljünk inkább? Pókot vagy kígyó? Fú, hát én gyűlölem a... mind a kettő. Máté, mit öljünk inkább? Pókot. Pókot? Jó. Akkor gyere. Hol van a kígyó? A kígyó ja, ott van. Ott van! Ott van, ott van, ott van! Guggolj le! Na! Fos! Nem tudok futni! Azaz lelőttük! Megmérgezett az a rohadék! Gyorsan, egyél egy kis bogyót! Várj. Nem tudom, szomjad is fog halni! Várj, szétverem! Mit ad? Azt a... Kitín! Azt tudti valami epik! Máté, szomja halok! Gyorsan, itt a vizem! Hol? Itt van! Add ide! Tessék! Kérlek, adj inni! Ja, várjál! Nem töltöttem föl. Le! Testvére! Ezt nem... Hozzak vizet! Gyorsan dobd el! Vissza! Nem tudom... Nincs elég gyorsan! Ezt nem hiszem el! Miért? Várjál, van nálam elég cucc? Hogy tudjak craftolni még? Nincs nem, négy hájt kell. Ezt nem hiszem el. Meg kell ölnöm a kígyót! Dagály! Meghalsz a macsak! Tönkre ment a bal, vagy a izém, a kíjam! Meg tudom javítani? Nem. Máté! Felkeltem. Máté, nyugi. Mit csinálsz az... A kígyóval harcolsz? Igen. Nálam van nyilvessző. De nyilvesszőm az van, csak íjam nincs, úgyhogy lőd! Ja, oké, és már is lövöm! Kezdek magam azt érni. Lejár a méreg! Meghalsz! Te rohadt állat! Ez az! Ugyanúgy, mint a büdös pók haverod! Mi ez? Várj, ezt értetem! Level 30-as! Azaz, ad hájdot, jó van! Meg adott valami mást is. Az a baj, hogy nem tudom, hogy baltával érdemesebb ütni, vagy csákánnyal ezeket. Mindegy. Máté. Raw Prime Meat. Csináltam még egy ilyen Máté, ivós cuccot. Muszáj kimennünk, mert szomjan fog halni. Jó, én is. Viszont Krisztián, itt meg lehet lejjebb menni. Igen. Mert megöltük a dínókat. Még csak most láttuk az első élő lényeket. Úgyhogy még az elején tartatunk szerintem. Igen. És itt van kristály, Máté, csak szerintem ehhez... És szinte biztos vagyok benne, hogy fog kelleni a fém csákány. Hát az biztos. Jaj ne! A szomjúság elkezdett végezni velem! No, belagoltam már megint! Hogy kell főmenni? Mennyit jöttünk ide be? Nagyon sokát, tehát futkostam lefelé, nem emlékszem. Na, itt van a kijárat. Ez az, végre! Gyorsan inni! Jaj ne, el is vagyok fáradva! Máté! Meg fog halni! Gyorsan odaadom a kulacsot, mielőtt elájulok! De nálam van, mert kulacs nálam van! Jó, de akkor valami vizet már! Áááá, tricera! Máté, vissza kell szaladnunk a partra. Ez az! Túl messze van. Ez az, fölment a vizem, ahogy kijöttünk az esőre. Tényleg? Nyalam, 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 nyal
Fejezd már be. Á, jó van. Az ott egy teknős. Jó, de akkor jó az esőben vagyunk, akkor fölmegy a vízünk. Az jó, jó dolog. Jaj, de jó érzés végre. Ez az víz. Oké, akkor jól vagy? Hát, Máté, testileg talán jól vagyok. De lelkileg nagyon megviselt ez az esebb. Ja. Visszamegyünk még? Vigyázz! Mi az ilyen csontfejű? Mit köpködöl? Itt van! Itt a kis büdös fattya is! Meg ne üsd a izét! Ez egy őrült! 24-es... Level 24-es bébi! Azta! Ott egy teknős! Na gyere, menjünk tovább itt! Jó. Menjünk tovább. Máté, eddig jól mész... Eddig érdekesen megy ez az expedíció, azt kell, hogy mondja. Igen, az biztos. Azta, milyen hely ez? Nem tudom. Wow! Wow! Máté! Azta, ez egy elég jó hely! Máté, szerintem lehet, hogy ez lesz az új otthonunk. Hát, már nem azért mondom, de ez tényleg nagyon jön tetszik. És itt folyó is van. Mondjuk elég sok, nagy az élővilág, de... Nincs az a gond. Ja, mindegy, azt meg tudjuk oldani. Jó, sok kő is van. Minden van. Várj, szalad valami felénk? Ne. Azaz a vízíroz már. Jaj, ne! Az trice, vízére, velociraptor! Máté! Komoly! Máté, az elintéz minket, hogy pillanat alatt. Akkor fussunk. Ott van! Ott támadja azokat a kis sínokat! Menjünk vissza, Máté, vissza! Gyorsan! Mi még ide kevések vagyunk, mint mackó sajtban a brumbogás. Úgyhogy menjünk vissza. Te már lövi. Oké, és megöltem ezt a büdös dögöt. Máté, gyere, Krisz, gyere. Mivel most hidratálottunk, ezért még megpróbáltunk visszamenni a barlangba, nem? Igen, viszont ez a hely annyira nem tetszett most nekem. Nem volt olyan jó? Hát, jól néz ki, de annyira nem tökéletes. Nem érzem azt, hogy ez megfelel. Oké, és akkor az te is lehet... Te érzed úgy, kedves Dino úr, vagyis teknős úr? Áó, de miért szippantsz be engem ez oda? Ez a lagbarlang. Beszippantasz engem oda a barlangba. Hadd vegyem már. Leszarom a szarod. Gyere, menjünk lejjebb, azt mondod. Aha, szerintem menjünk tovább. Most így hidratálódtunk. Most igen, viszont nincs íjam. Meg kellett volna javítani. Mi kellett hozzá? Miért nem javítottad meg, te bénál? Wood kell hozzá. Oké, javítom. Megcsináltam. 7 darab nyilvesszőm van még. Nem sok. De a célnak megfelel. Induljunk, Krisz. Te mély vagy egyre kisebb? Mély, most már mély akkora vagy, mint a térdem? Máté. Én nem magyaráznék. Na menjünk. Faragd meg! Hogy lehet kristályt szerezni? Én szerintem csak sokat kell ütni belőle. Szerintem meg kell a fém, hidd el. Hidd el, Máté, kell a fém csákány. Az lesz itt a megoldás. Mi az a nyugi. Ez az! Tudtam! Kaptam egyet. Ez komoly? Igen. Jó, akkor Máté, ütni kell annyit, hogy legyen távcsövünk. 4 darab kell. És mivel ütöd? Csákány. Azaz, jó. Kaptam még egyet! Ez még az. Egyet! Tudtam! Itt van a 280 IQ, nem véletlenül de mi a pi ez a? Hülye, barom! Most mi van? Most miattad megint fáradt vagyok, és el fogok ájulni. De miért miattam? Hát mert mit kell ütögetni? Hát ez teljesen egy barom állatvad, barom. Van a tecs? Nincs. Adjál tecset, mert eltört a csákányom. 3 kristályom van, ha még egyet kapunk. Már kaptam egyet. Oké, akkor hagyd abba. Nem, még bányászok. Ez az kristály. Kell tecs, kristály. A kristály. Hopp, kaptam valami gombát. Rare mushroom. Adjál tecset. Azaz, meg tudom javítani. Juhi, hát. Azaz, kristály, és meg tudom csinálni, vajon? A távcsöveket vajon meg tudom csinálni, Krisz? Nem, mert kell még egy csomó fiber, viszont minden másom van. Kivéve wood. Jó, fibert azt könnyű szerezni. Igen, mert itt van 19 fa. Itt van. Ott most dobtam el. Ott van. Oké. És fibert azt innen tök könnyű szedni, szóval... Szerintem most már meg is tudom csinálni. Ez az kristály megint. Ez az, 2 csinálom is. Jó, kraftod le, ez az. Te
tessék! Várjál, kipróbálom! Itt van a kezemben! Hát én szaladj oda hátra, várjál! Szaladj oda hátra a kristályhoz, jó? Wow! Asta! Hello! Ez nagyon király! Ez nagyon jó! Ez nagyon tetszik, jó van! Várj, táncolj egyet, kösz! Halali, hambali, hambóli, belaimbó. Ez egy pompás tánc volt, Krisztián. Máté. Egy Spyglassnek megfelelő. Oké, okay, és így most már utána tudunk nézni. Máté, vissza kéne dobnod a maradék fát. Oké, okay, odaadom nyugodtan, tessék, vigyed csak. Máté, most már meg tudjuk nézni távolról, hogy hol van esetleg kígyó, meg ilyesmi lények. Igen, igen, ez nagyon hasznos lesz. Ennek örülök is, hogy megvan. Tetszed nincs, mi? Nem de, de van. Sem. Igen. Meg kéne javítanom dolgokat. Ja, nekem is meg kellett. Krisztián, menjünk akkor lejjebb, gyere! Oké. Jaj, de mély laggal ennyire a barlangba, hát nem hiszem el. Nem tudom én sem. Jól van, Máté. Oké. Na most óvatosan kell, mert ugye az előbb megmérgezett az a büdös pók. Még jó, hogy megfordultam és elkezdtem őt ütni, mert már majdnem meghaltam. Ja, bár én már majdnem lelőttem, mert nagyon sokat belelőttem. Ja. De az nagyon rád volt fókuszálva, nem akarta... Ja. Mert először engem látott meg. Ja. Na Krisztián, a póknak a barlangjába menjünk be, vagy egy kígyónak a barlangjába? Szerintem először menjünk a póknak a barlangjába. Hát mondjuk az rosszabb ötlet, mert beragadhatunk mindenféle pókhálóba. Nyugi Máté, nem lesz gond. Meg a pókok azok többen is vannak néha. Nyugi Máté, nem lesz gond. Én profi vagyok. Hol volt? Ott lent. Igen? Figyeld a plafont is, mert ám a pók az a plafonon is lehet. Aj, ne. Ott volt len, ott. Az a fészke lehet? Nem tudom. Máté. Chris. Jaj. Nyugalom. Máté, állj! Állj! Az valami nagyobb kígyó. Há? Állj! Vigyázz! Fos! Lőd, Máté, ez az! Jaj, ne már! Meg fog barni! Futás! Jaj! Ez az! Meg hopp! Jön még egy! Ne! Eltört a izém! Elkialudtam! Ne! Mi történik? Ez az! Megöltem őket! Megölted? Igen, háromat is! Nincs több! Máté, itt maradok veled addig! És köszönöm, utána... Testvérem. Máté, el kell szomorítsalak, de... Ne... Tudod, mit láttam a plafonon? Mit? Egy óriás, valami gyíkot. Úgyhogy... Ezt nem hiszem el. Ott mi lehet? Tudti valami nagyobb nem dolog? Nem tudom. Máté, lebontom ezeket a kígyókat. Oké. Okay. Fúj, de várj, hadd nézzem már meg. Titanoboa. Titanoboa. Azt 52 hide-ot adott. Ez kemény. Na ez is Titanoboa? Igen. Csak más. Máté, de undorítóak ezek. Nem töltöttük fel megint a kulacsunkat, ezt nem hiszem el. Ja, pedig ott voltunk. Máté, állj! Vedd a távcsövedet kezedbe. Ott van fönn a plafonon. Asza! Mi a szar? Megalania. Level 31, na azt már ne álljunk neki legyőzni. Azt, milyen karmai vannak, meg milyen fogai. Látsz még valami ilyen? Szerintem ne álljunk neki legyőzni. Jó? Máté, szerintem, hogyha Google-ba megyünk, akkor szerintem nem vesz észre. Hát én ezt nem vennék arra mérget. Jó, ott egy láda barlangtulodán, igen. Azt kötelező megszerezni, azt nincs, hogy nem. Ott egy láda, gyere. Hopp, ez mi? Gyere, nézd meg. Item caché. Recipe. Várj, a többinek Eszkobe is volt. Ezt láttad. Itt volt a kígyó, dobta el. A többinek is volt azt ilyen. Azt szerintem nem. De az inventoriába volt. Eldobta, mert hogy nem szedtem lehet ki az először inventoriába. Ki kell inventorizni? Igen, csak eldobja, hogyha látod, ott volt egy ilyen táska, és azt fel tudtam Máté, menni. Máté, gyere ide mellé. Nem jó ötlet. Nézd csak oda, ott van a kincses láda, ott csillag. Ez most komoly. Ezt nem hiszem el. Te egy mocskos gyíkember itten zaklatja az népeket. Nyugi és Máté, nyújtogatja várjá, a fogát. Máté. Előre megyek. Közben figyelem a gyíkot. Ha elkezd lemászni, ne, Krisz, akkor... Ne. Jó, mindegy, menjél. Ha elkezd lemászni, menekülj. Máté, nézz ide rám. Nézz a szemembe. Előre megyek. Ha elkezd lemászni a gyík, ne foglalkozz velem.
Csak menekülj, ahogy tudsz. Ahogy a lábad bírja, jó? Én megpróbálom. Oké, és közben figyeld nekem a gyíkot. Jó, figyelem. Azt se fogja tudni, hogy itt jártunk valaha. Jaj, na morgott egyet. Nem morgott, ez csak a szél volt. Ott van a kincses láda. Jól van. Hát ez még messze van, egy kicsit többet kell kúszni ahhoz. Oké, és került ki, próbáld meg kikerülni. Hát jó, de ki tudja ott mi van. Ott van egy atropulera. Az mi a fene? Az hol van? Ott sziszeg meg miszeg. Hol van? Én nem látok ilyet. Az itton oldalt. Igen. Azt ott van valami fém. Ér. Ilyen nagy, ilyen titánium, vagy nem tudom mi az. Ej, de még kevesek vagyunk mi. Jaj, ne! Azt tudom mi! Az egy százlábú. Az egy óriás százlábú szerintem. Nyugi, Máté. Ezt is nem mondod. Jaj, ne, és így morog, meg sziszeg. Aj, menjünk a fenébe innen szerintem, Krisztián! Máté, ne támadj, nehogy megtámadjon. Oda megyek. Jó, még nem támad semmi. Jaj, ne! Ne sziszeg! Barát vagyok. Menjél már! Egyre jobban sziszeg. Nem sziszeg, nem is hallok semmit, nyugi már. Nem fog semmi történni, Krisz. Igen, nem tudom, hogy itt benne a óriás százlábú meg a óriás gyík között. Oké, túljutottál rajta. Azaz, Krisz, mindjárt ott vagy. A ládánál. Jó. Ügyes vagy, Krisz. Oké. Oké, túlmentél a gyíkon. Jó, remélem itt nincs semmi a szikla mögött. Jó, úgy látszik nincs. Oké. Jól van. Nyugi, gyík úr. Minden rendben, nem lopjuk el a ládáját, uram. Csak éppen, ez az, itt vagyok a ládánál. Itt vagyok a ládánál! Ez az! Nyisd ki! Explorer's Note 2! Hú! Az azutáni, amit az a második részben hallottunk ott az erdő közepén. Oké, és valami dínóról volt szó. Caprosuchus. Mi az? Hallottam valamit a hátam mögül!